Köszöntöm Önöket, éppen 4 hete álltunk itt, igaz, akkor még 20 centis hóban is már nagyon vártuk a tavaszt. Nos, jelentem, a tavasz megérkezett, az élet minden területen beindult, így többek között itt is a vasút történeti parkban, de erről majd később. A mai adásunkban belesünk a 2-es metró hétköznapéba, bepillantást nyerhetünk a kulisszák mögé, sőt, utána járunk egy városi legendának is. A felszíne éve körülnézünk a hazai kisvasutak házatáján, hiszen nyakunkon a nyitási szezon. Utána pedig újra itt leszünk a budapesti vasúttörténeti parkban, a Park által szervezett közlekedésbiztonsági napon. Tartsanak velünk, jó lesz! Naponta milliók utaznak a föld alatt, és csak homályos képünk van arról, hogy mi is történik a kulisszák mögött. Kik és hogyan vigyázzák a biztonságunkat ebben az igencsak veszélyes üzemben? Holosi Balázs kollégám avatja be önöket a titokba, és egy rövid bejárásra elkísérte a BKV üzemági főmérnökét, Döbre Istvánt. Sőt, a következő riportból az is kiderül, hogy mi igaz abból a városi legendából, mely szerint titkos alagutak futnak Budapest utcái alatt. Vasútüzemekben, így a metrónál is, és a hévnél is nagyon fontos dolog az, hogy mint minden nagy vasútnál a járművezetők egymaguk a közlekedés biztonsági feltételeit nem tudják megteremteni. Ahhoz, hogy a járművek térben és időben egymástól el legyenek határolva, ez jól működő, biztosító berendezések kellenek. Itt a metróba már eleve így épültek ki a vonalak, hogy a mindenkori kornak megfelelő korszerű biztosító berendezések épültek. Itt a 2-es metrónál a most működő biztosító berendezést egy korszerű elektronikus berendezés fogja felváltani majd. Az az érdekesség ennek a stadionállomásnak, hogy a kelet-nyugati vonalnak van egy központi forgalomirányító szolgálati hely, majd fogjuk ezt látni, de emellett a központi forgalomirányító szolgálati hely mellett vannak úgynevezett helyi kezelési lehetőségek, ahol a biztosító berendezést is kezelik a kollégák. A stadionok állomás az tipikusan egy ilyen állomás, ahol itt az állomáson lévő vonatmozgást, tolatást a helyi kezelőbe dolgozó forgalmi szolgáltatóvevő kolléga szabályozza. Kolléganőit két feladatot lát el igazából. Az egyik feladata az, hogy a metró területén az utasforgalmat tudja ellenőrizni ezeken a monitorokon keresztül. Látja, hogy az utasok hogyan közlekednek, látja a vonat mellett a biztonsági sávot, és ha bármilyen rendellenesség van, veszélyhelyzet van, akkor az itt lévő kezelőberendezésekkel szükség esetén adott esetben a vágányt tudja feszmentesíteni, illetőleg szükség esetén utastájékoztatást tud adni az utasok számára, bármilyen kérdésben. Itt a Puskás Ferenc stadion állomáson itt mindig olyan speciális képzettségű munkatársaink vannak, akik nem csak ezt az állomási felügyeleti funkciót tudják ellátni, hanem az ő szerepük és feladatuk a vasúti forgalom irányításba is, tehát a vonat forgalom irányításába is rendkívül nagy. Ez egy klasszikus dominópult, amely a kelet-nyugati vonal központi forgalom irányító berendezésének egy helyi kezelő készüléke. Itt tárolva vannak gyakorlatilag jelenleg a menetek, tehát ilyenkor a kolléganő beavatkozása, vagy a szolgálatban lévő munkatárs beavatkozására ezen a berendezésen nincsen szükség, de ha bármilyen okból valami rendkívüli eset van, tolatást kell végezni, vagy vonatfordítást kell végezni, akkor az állomási felügyeleti tevékenysége mellett az itt szolgálatot teljesítő munkatárs ezt a vonatforgalomirányítási feladatot a központi forgalomirányító rendelkezései alapján elvégzi. Ez a kelet-nyugati vonalnak a forgalomirányító központja, a központi forgalmi főmenet irányítónak a szolgálati helye. Itt két munkatárs végez szolgálatot, és az a legjobb, hogyha nagyon békében is nyugodtan ücsörögnek, mert akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy a metró rendben közlekedik. Itt gyakorlatilag látható egy panorámatábla, amin a teljes kelet-nyugati vonalnak a vágányhálózata látszik. Azok a kis vörös fénycsíkok gyakorlatilag a közlekedő vonatoknak a helyét mutatják. A kis számocskák a táblán azok az egyes vonatoknak az azonosító számai,
és az itt látható pult gyakorlatilag az a pult, amin keresztül a biztosító berendezés kezelése elvégezhető, tehát jelzők, váltók állítása akkor, hogyha valamiért ez nem automata üzembe történik és valósul meg. Két érdekességet mutatnánk. Az elsőt, azt, amit az előbb láttunk, az a Puskás Ferenc stadionállomásnak a környéke ott, ahol gyakorlatilag a helyi kezelőt láttuk. Illetőleg ott, ahol most a 4-es szám látszik, ott van az összekötő vágány a Deák térről, a Deák téri állomásra, a 3-as metróra, ami szintén egy olyan vágányszakasz, amit utasok nem szoktak használni. Bár minden engedélyünk megvan, még így sem könnyű éjszaka üzemzárás után a metróba mozogni. Hátul igen komoly háttérmunka zajlik azért, hogy bemenjünk az alagútba, úgyhogy reméljük sikerülni fog, és hamarosan ott leszünk bent. Hol is vagyunk pontosan, Bozsol? Annyit tudok, hogy a Deák téren bejöttünk az alagútba, ahol én szoktam közlekedni metróval, de itt nem voltam. Hol vagyunk most? Most jelenleg a Deák téri 3-as metró állomásának a kihúzó alagútjába, vagy fordító műtárgyába, vagy Y műtárgyába többféleképpen lehet nevezni. Ez a műtárgy a 3-as metró 1-es szakaszának volt egyszer az ideiglenes végállomása, és a metró szerelvényeknek a fordítását itt végezték. Itt, ha erre elnézünk majd visszafelé, akkor látjuk ezt a kihúzó műtárgyat, amely a vonatok fordítását végezte, és hogyha ezen tovább elmennénk, akkor leérnénk a 2-es metró szintén Deák téri állomásába egy jó nagy hurokkal, mert ez a úgynevezett vonali összekötő műtárgy is, vagy alagút, amelyiknek az a célja, hogy a két metró közötti üzemi kapcsolatot biztosítsa. Miért kell üzemi kapcsolat? Laikus a kérdés, ismétlem, a 2-es és a 3-as között. A jármű telepek nem egyenlő kapacitásúak, és bármilyen probléma van az egyik vagy a másik jármű telepen, funkcióban a szerelvényeket át lehet vinni a 2-es metróról a 3-as metróra is. Azon kívül az éjszakai műszakban lehet, hogy fogunk találkozni ilyen járművekkel, teljes karbantartás, javítás, takarítási munkálatokat is. Folyamatosan ilyenkor éjszaka lehet végezni, amikor feszmentes a pálya. Ilyenkor dízelvontatású szerelvényekkel és kocsikkal szállítják az anyagot, berendezéseket, embereket, személyeket, szerelőket oda, ahova kell, és ez nagyon megkönnyíti a szállításokat a két metró rendszer között. Látják, ennyire egyszerű. Ugyan vannak a metróhálózatban utasok elől elzárt alagutak, de ezek kizárólag műszaki célokat szolgálnak. Szó nincs itt kiváltságosok menekülő útvonaláról, vagy esetleg egyéb bármilyen más célú föld alatti összekötő folyosókról. Nagyot ugratunk, és itt vagyunk Gyöngyösön a Mátra kapujában. Ki ne ismerné a Mátra-Füredi kisvasutat, vagy akár a többi, az egykori gazdasági vasúthálózat megmaradt és szerencsére működő vonalát. A téma nem könnyű, de hát mellettem van Halász Zsolt, a téma szakértő, és szerelmesen mondhatom ezt, vele próbáljuk elrendezni a szálakat. Mondhatjuk azt, hogy Magyarország a kisvasutakban nagy hatalom, vagy mennyire igaz ez az állítás? Ez azt gondolom, hogy maximálisan igaz, hogyha a környező országokat is nézzük. Talán Ausztriát kivéve eléggé hiány állnak kisvasutakkal. Felvidéken talán 4-5 ilyen vasútüzemet lehet találni, Erdélybe is nagyjából ennyit, Horvátországba, Szlovéniába egyet sem. Bosznia, Szerbia még kicsit feltörekvő, de hogyha a darabszám, inkább a minőség az, ami izgalmasá teszi. Magyarországon a 20 kisvasút az egyértelműen az egy nagy szám. Hatalom. Nem mindenki tudja, hogy ezek a kisvasutak nem feltétlenül turizmus céljából jöttek létre. Mi a rövid történetük, rövid átfogó történetük a magyarországi kisvasutaknak? Alapvetően néhány kivételtől eltekintve kétségtelen nem a turizmus miatt jöttek létre. Gazdasági céllal, ugye az erdészeti rész volt egy meghatározó faanyag szállításra, mint például
vettem át rovasot is, ugye az Eger erdő és jogelődjeinek a faanyagát szállította ide Gyöngyösre, a közeli vasútállomásra. Máshol, ahol nem erdészeti fenntartások voltak, ott kő, illetve egyéb alapanyagok szállítására jöttek létre. Összesen nagyjából 5000 kilométernyi kisvasút volt Magyarországon, talán még az 50-es, 60-as években is, és ezek száma csökkent le. Manapság talán egy olyan 200-250 kilométernyi az összes vonalhoz, és ebből összesen kettő az, ahol még teherszállítás történik Csömödéren és Gemencen, mind a kettő erdészeti fenntartású kisvasút, az összes többi helyen pedig a turizmus szolgálatába állították ezeket a vonalakat. Mindenki és kiknek köszönhető, hogy ezek a vasutak megmaradtak, és hát nem szántották fel a simpárok helyét? Talán a legnagyobb szerencsének köszönhető, hogy ezek megmaradtak, illetve azoknak a lelkes vasútbarátoknak, fenntartó részéről megtalálható embereknek, akik úgy gondolták, hogy ezek komoly kulturális, történeti, gazdaság történeti értékkel rendelkeznek, és megtalálták ezeknek a kisvasutaknak azt az új funkcióját, amely a turisták szállítását jelenti manapság, és a mai fenntartók, ugye részben erdészeti társaságok, részben a MÁV, Jesev, vagy más non-profit társaságok továbbra is ebben látják a működésnek a zálogát. Itt is észrevehető az a közeg, az a lelkes vasútbarát kör, akik mondjuk önkéntes társadalmi munkával segítik a vasutak fennmaradását? Természetesen, ugye van erre egy külön egyesület is, a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület, aki a lelkesedése egészen odáig tart, hogy a Börzsönyben, Kemencén gyakorlatilag kibéreltek egy nem működő kisvasutat több mint 10 évvel ezelőtt, és azt hihetetlen munkával és lelkesedéssel már egy virágzó kisvasút tették, rendkívül mennyiségű járművet, mozdonyt és kocsit, személy és teherkocsit is mentettek meg az enyészettől, és az ott megtalálható egy egészen unikális jellegű vasútüzem, ahogy tetszik, teljesen non-profit jellegű, önkéntes alapon működik, de a többi helyen is azt gondolom, hogy aki úgymond munkavállalóként dolgozik ezeken a vasutakon is, a vasút szeretete nélkül nehezen működne, és nehezen lenne arra lehetőség, hogy ezek működjenek, hiszen napi 8 órában és pusztán a fizetésére ez biztos, hogy nem lehet működtetni, kell hozzá ez a pozitív vasút szeretet is, ami itt található, azt hiszem, mindenhol. Mennyire kifizetődő egy-egy ilyen vasútvonalat fenntartani és működtetni? Hát azt gondolom, hogy ha kifizetődő lenne, akkor Magyarországon nem csak ez a 20 kisvasút lenne, hanem sokkal több lenne. Alapvetően nem kifizetődő. Ugye nekem közvetlenül a munkámból kifolyólag az erdészeti kisvasutakra van inkább rálátásom. Ez éves szinten 200 millió forint veszteséget jelent a összességében. Ez a nem fenntartó... egy vasútvonal. Nem, ez a 11 erdészeti fenntartású vasútnak a úgymond éves vesztesége nagyságrendileg. Ebben nagyon nagy különbségek vannak. Például az Eger erdő által fenntartott szilvásváradi kisvasút az egyetlen egy pozitív eredménye a záró kisvasút, az összes többi pedig megtermeli ezt a nagyjából 200 millió forint veszteséget. Úgy gondoljuk, hogy az a fajta pozitív eredmény, amit az erdészetek meg tudnak termelni, annak legalábbis egy része mindazon a közjóléti feladatok ellátását, amit egy állami erdészet ellát, abba belefér az is, hogy ezeket a kisvasutakat fenntartsa, és emellett erdei iskolákat, tanösvényeket, kilátókat, hasonló mindenki számára elérhető dolgokat, amire úgy gondolom, nem is gondolnánk, hogy milyen forrásokat igényel, nagyon komoly ráfordításokat igényel, köztük a kisvasutak is, de szerencsére erre a forrás még megvan és működtethető. Ezek a vasútvonalak, ezek 4 évszakosak? Tehát minden évszakban közlekednek? Van néhány vasútüzem, amelyik működik egész évben, ilyen például Lilafüred vagy Királyrét, vagy például a budapesti gyermekvasút. Azért a többségük az inkább tavasztól őszig. Természetesen dolgozunk azért is, hogy minél szélesebb legyen az a szezon, amikor élvezhetjük ezeknek a kisvasutaknak a célményét. Létezik esetleg egyfajta toplista, hogy melyik a legnépszerűbb magyarországi, mondjuk az első 3? Leginkább az észak-magyarországi kisvasutak azok, amelyek ilyen értelemben toplistásak. És emellett Királyrét,
Gyöngyös. Nagy különbségek azért találhatóak, tehát így az észak-magyarországiak azok mind-mind adott esetben bőven 100 000 fő fölött tudnak utasszámokat bonyolítani, és vannak kisebbek, ahol 15-20 000 utas van egy évben, ezek leginkább a dél-dunántúli igazán rejtett helyeken és igazán izgalmas helyeken közlekedő kisvasutak, legyen az Kaszó, vagy Mesztegnyő, vagy akár Alma mellék, amelyeket talán kevesek ismernek, és mégis igazi kincsek, amiket szintén érdemes lenne felkeresni sokat. Külföldi vasútbarátok érkeznek-e szép számmal? Tudnak-e arról, hogy itt ennyi és ilyen sok működő vasútvonal van? Nem mondom azt, hogy tömegével, de azért egyre jobban kezdik megismerni ezeket. Mostanában abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a külföldi vasutas szaksajtó is kezdi megtalálni azt, hogy Magyarországon milyen izgalmas kis vasútüzemek vannak. Mondjuk egy jó tündér lehetőséget adnál, hogy egyet kívánjatok, akkor az mi lenne? Csak kíváncsi vagyok, hogy egy új mozdony, vagy valami teljesen más? Egyetlen egy dolog segítene talán a legjobban, hogyha minél többen eljönnének a kisvasutakra, és minél többen utaznának, mondjuk, hogyha mindenki hozna még magával 2-3 embert, de akár csak egyet, és együtt fölülnének, és együtt élveznék, és akár jövőre kétszer annyian utaznának, az már egy nagyon nagy előrelépés lenne, és nem mellékesen gazdaságilag is sokat segítene a vasutak működésében. Hol és milyen formán szereztetek információt az érdeklődők? Modern korban élünk, tehát az internet az, ami az egyik legkézenfekvőbb lehetőség erre. És a Turizmus ZRT-vel együttműködve indítottuk el a tavalyi évben a Kisvasútra fel programot, amelynek az az alapvető célja, hogy minél több emberhez eljuttassuk a kisvasutak jó hírét, és az, hogy szerte az országban 20 helyen megtalálhatóak ezek. És természetesen ugye megpróbáljuk a fiatalabb nemzedéket is megtalálni ebbe a Facebookon, Kisvasútra fel oldalon az összes programról és az összes eseményről hírt lehet kapni, és természetesen nem csak itt, hiszen a lelkes vasútbarátokkal együttműködve, vagy a Kisvasutak Baráti Köre által fenntartott kisvasút.hu honlapon is ugyanezek az információk talán még bővebben elérhetőek. Tehát nagyjából ezek azok a csatornák, amiken megpróbáljuk. Természetesen úgy mindegyik kisvasút a saját maga eszközeivel, prospektusaival, internetes megjelenésével megpróbálja saját magára is felhívni a figyelmet, és minél szélesebb körben eljutni. No, hát szerintem minden elhangzott, hogy a kedvet éreznek egy kis utazáshoz, romantikázáshoz, akkor ne fogják vissza magukat, aztán valamelyik, hát remélhetőleg ilyen szép tavaszi, vagy most már lassan nyári hétvégén nosza jöjjenek és kisvasutazzanak. Kisvasútra fel. Így van, kisvasútra fel. Köszönöm szépen Halász Zsoltnak, hogy köszönöm kicsit szépen beavatott minket a magyarországi kisvasutazásba. Műsorunk egyik vezérgondolata a közlekedés biztonság. Éppen ezért vagyunk itt a Budapesti Vasút Történeti Parkban, hogy megmutathassuk, a park mennyire fontosnak tartja a biztonságra való nevelés kérdését. A rendezvény főleg gyermekeknek és fiataloknak szól, akik számtalan érdekes programmal találkozhattak itt a parkban. Miért érzi a Vasút Történeti Park vezetése, hogy ilyen rendezvénynek otthon kell adnia? Azért, mert azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nincsenek tisztában hát a vasúti közlekedés alapszabályaival sem, és akkor hívtuk életre ezt a rendezvényt, és aztán rájöttünk arra, hogy ha már vasút, akkor és közlekedésbiztonságról van szó, ugye ez elég tág kategória, tehát ebbe akkor belevehetnénk a közúti közlekedést, természetesen a gyerekek ugye tavasszal elkezdenek kerékpározni. Nagyon fontos, hogy tisztában legyen a táblákkal például, mielőtt kimegy mondjuk egy közútra. Milyen programokkal találkozhatnak az ide érkezők? Arra gondoltunk, hogy ezt úgy kéne csinálni, hogy a gyerekek tulajdonképpen ne is vegyék észre, hogy tanulnak, de valahol mindig nyomatékosodjon bennük azok az alapinformációk, ami az életét mentheti meg akár adott esetben. Úgyhogy kitaláltunk egy olyat, amire rátaláltam, hogy van ilyen közlekedésbiztonsági, ilyen kis autós mini kresszpálya, ahol mielőtt a gyerekek beülnek a kis autóba, ami maga a játék része, azelőtt egy 10-15 perces kresszoktatáson kell részt venniük, és természetesen a kis pályán is, ahogy közlekednek, ott ha valaki vét a szabályok ellen, akkor ki kell szállni az autóból, és kész, vége. A Magyar Kerékpáros Klub jóvoltából van egy kis kerékpáros ügyességi pálya,
ahol hát a kerékpártartást, a kanyarodást, alagúton kell átmenniük, egy ilyen pallón kell átmenni. Tehát maga az, hogy ő stabilan és biztonságosan üljön a kerékpáron, ha véletlenül elmegy mellett egy autó kint a közúton, akkor ne billenjen meg, és ne jöjjön zavarba, és nehogy probléma legyen. Az OVB és a Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság kreszteszteket hozott, ami azt gondolom, hogy felnőtteknek sem biztos, hogy árt, hiszen én is olyan vagyok, aki már régen tanultam meg ugye a kresztszabályokat, tehát ezeket szerintem fontos lenne frissíteni, főleg úgy, hogy újak is vannak az utóbbi években, újak is születtek, tehát ők ilyeneket csinálnak, illetve hoztak ki rendőrautót, meg rendőrmotort, amivel végül is a gyerekek nagyon kíváncsiak és szeretnek ráülni. Megemlítem a BKV ZRT programjait is, ugyanis ők kihoztak két igazi Volvo buszt, abból a célból, hogy a gyerekek megnézhessék, fölmehetnek rá, és alaposabban akár a vezetőfülkébe is beülhetnek, és eljátszhatják, hogy ők a buszsofőrök, és ott is oktatás van előtte. Sőt, felállítottak sátrakat, amiben különböző játékos programokat szerveztek, mind a baleset megelőzés és a tömegközlekedés szabályainak a gyakorlására vonatkozik. Imitáltunk egy vasúti ütközést, betettünk egy hungarocell autót egy kereszteződésbe, eljátszottuk, hogy lerobbant, mert amúgy meg a vezető már a piros jelzés ellenére ment rá a vasúti sínekre, és jött a mozdony, és hát ripityára törte az autót. Ez szerintem a gyerekeknek nem túl durva, de azért elég látványos. Tehát valószínűleg amit kell, tehát magát az üzenetet, azt valószínűleg megjegyezték ebből. Az apukáknak is szólt egy picit. Igen, én azt gondolom, hogy mindenkinek. Tehát, hogy ezt muszáj, hogy így prezentáljuk, mert ilyen is nagyon sok előfordul, sajnos. Visszatérve a programokra, a Forvit Kft. Jóvoltából kaptunk egy közlekedési kresszulit, ami az óvodás korosztálynak készült lényegében. Ez egy nyomógombos gyalogos átkelő hely, ami két lámpa van, ami piros-sárga-zöldre vált. A gyerekek körbe motoroznak, meg kerékpároznak, van egy gyermek, amelyik át akar menni a gyalog átkelő helyen, megnyomja a gombot, és tulajdonképpen eljátsszák azt, ami az életben igaziból is működik, mert ez a lámpa is igazi, meg amúgy minden úgy néz ki, mint a valóságban. Egy óriási pörgés van, a nézők emlékeznek, ugye onnan köszöntem be. Vasúttörténeti park a negyedik vágány, itt áll mellettem egy pakli kocsi, hogy bent mi van, az mindjárt kiderül, valami vagy látszik, vagy nem. Bemegyünk és megnézzük. Korábban mondtam, hogy mennyi látnivaló van, várja az ideérkezőket. Hát itt is van látnivaló, de most éppen nem látunk semmit. Ez egy speciálisan besötétített kocsi. Pontos, hoppá, most viszont már látunk, két figurát látunk, mind a kettő fényvisszaverő ruhát hord, tehát ők láthatóak a sötétben. Szóval az a csavar a dologban, hogy itt nem kettő, hanem három figura van, megmutatom, hol a harmadik, egy ilyen fényvisszaverő őv segítségével, hát itt a harmadik. Nyilván ennek az üzenete a következő lenne, ha az ember úgy sétál mondjuk az út szélén, este, sötétbe, télen, ködbe, stb., hóba esetleg, havazásba, hogy nincs rajta semmilyen jelzés és semmi, ami tükrözné, hogy ő ott van, akkor pillanatokon belül baleset áldozatává válhat. Hál' Istennek, akiket megkerestem, cégeket, azok nagyon kedvesek voltak és partnerként álltak hozzánk. Szóval úgy érzem, hogy többieknek is nagyon fontos ez. Összefoglalva a fiataloknak és a gyermekeknek tulajdonképpen játékos formában felhívni az élet komoly veszélyre figyelmet. Az egész rendezvény erről szól a zandásokban. Hogy nyilván lesz még, ezt folytatják, tehát nem hagyják abba a hegyet. Hát én azt gondolom, mivel a Vasúttörténeti Park egy kicsit küldetésének érzi, hogy ezt a témát fölkarolja és minden évben rendezzünk ilyen rendezvényt,
És én úgy látom, hogy azért az embereket érdekli is, mert hál' Istennek jönnek, és tényleg egy felelős szülő azt tudja, hogy ha egy ilyen elhozza a gyerekét, akkor valami olyan plusszal távoznak, ami akár a gyerek életét mentheti meg adott esetben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem mindenki megtalálta a neki tetsző témákat a mai adásban. Ha még többre kíváncsiak, látogassák meg honlapunkat a www.közlekedésxxi.hu címen, vagy keressenek minket a Facebookon, ahol kimaradt jeleneteket, vagy stábunk korábbi filmjeit is megtekinthetik. Viszont látásra találkozunk legközelebb!